Vitarendezés segítséggel, ez a békéltető testületek dolga. Sok kifogás érkezik a szervezethez, amelynek 77%-a termékekkel kapcsolatos, de többféle szolgáltatással is akad gondjuk. A panaszok között az internetes vásárlás és a termékbemutatókkal kapcsolatos átverések és számottevők. Volt, amikor egyszerűbb dolga volt a vásárlónak. Ha nem tetszett, nem volt jó a megvásárolt áru, nem volt biztonságos vagy nem működött, fogta és visszavitte a terméket a kereskedésbe, amit kicserélhetett, sőt visszakaphatta pénzét. Ma ez már nem így megy. Jogosan a törvény és több jogszabály is védi a fogyasztót. Ha komolyabb kár éri, kártérítést is kaphat, de vitás ügyét a békéltető testület elé viheti. A testületnek akad munkája bőven, és hogy könnyebb legyen a vitarendezés, idén szeptember közepétől kötelező a bepanaszolt vállalkozásnak megjelennie a békéltető testület előtt. Az alternatív vitarendezésre 1999 óta van lehetőség, a termék kifogások, minőségi panaszok kerülnek a testület elé elsősorban. De az egyre népszerűbb virtuális üzletekre, webáruházakra is érkezik bejelentés. Nem beszélve a termékbemutatókról, ahol gyakran átverések áldozataivá válnak az arra meghívottak. A devizahiteles elszámolásokkal kapcsolatos észrevételeket is egy hasonló szervezet vizsgálja ki. Nos, ne feledjék, jogorvoslatra mindig van lehetőség. Köszöntöm a stúdióban Görömbeiné dr. Balmasz Katalint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt gondolom, a békéltető testületen, a békéltető testület munkájában egyfajta tükröt látnak, vagy egy keresztmetszetet a kereskedelem működéséről, a szabályozásról, illetve a kereskedelmi morálról. Mit tapasztalnak az elmúlt évek során a munkájukban? Hogyan változik ez akár ügyszámban, vagy az esetek minőségében? Való igaz, hogy minden esetben a gazdaság kicsit tükörképe, ügyek, amik megjelennek a testület előtt. Ha csak arra gondolok, hogy még évben milyen ügytípusból volt több, amikor a hőszigetelés volt a nagy sláger, vagy a műanyagablakok cseréje, akkor az ezzel kapcsolatos panaszok szaporodtak meg. Most ezek a bizonyos házaló kereskedelem, vagy termékbemutatók, vagy internetes kereskedelem, ahogy a technika fejlődik, kezdetben a mobiltelefonokkal, most már az okostelefonokkal, a különböző számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos panaszok jelennek meg. Ami örök idők óta mindig azonos, az a cipőkkel kapcsolatos szavatossági panaszok. Ebben nincs változás. És az ügyek számában? Az ügyek azok folyamatosan növekednek. Én annak tudom ezt be, hogy egyrészt a fogyasztókban is a tudatos vásárlói magatartás egyre jobban népszerűsödik, egyre többen tájékozódnak arról, hogy milyen jogaik vannak és élnek is ezzel. A másik pedig talán az, hogy a vállalkozások is másként viszonyulnak a békéltető testülethez. Egyre jobban ismerik el azt, hogy nekik is érdekük az, hogy egy pozitív kép alakuljon ki róluk, hiszen ez gazdasági érdekük valahol. Hát erre most rá is segített a jogszabályváltozás, hiszen most már kötelező is megjelenniük. Igen, abban az esetben. Tárgyaláson. Abban az esetben köteles a meghallgatáson megjelenni a vállalkozás, ha a békeltető testület megyéjében van székhelye vagy telephelye. Ha ilyennel nem rendelkezik, akkor sokkal rosszabb helyzetben van egyébként, mert akkor olyan válaszilatot kell küldenie, amelyben a fogyasztónak a kérelmével megegyező egyességi ajánlatot kell tennie. Szerintem sokkal inkább érdemes eljönni a békeltető testülethez, és akkor ott valóban, ha a körülmények olyanok, és valóban teljesíthető, akkor egyességet létrehozni, mint az, hogy amit eddig elutasított, és keményen azt mondta, hogy ja, ne, nincs igaz a fogyasztónak, akkor most magáévá tenni a fogyasztói panasznak a kérelmét, és akkor annak megfelelően azt mondani, hogy de, teljesítem. Az esetek hány százalékában tekinthető sikeresnek a békéltetés, és egyáltalán mi az, amit sikernek tekint a békéltető testület?
Azt tekintjük sikernek, mikor a fogyasztói kérelem megalapozott, és ennek megfelelő döntést hozunk, vagy egyesség jön létre, vagy kötelező érvényű határozatot hozunk, az abban az esetben tehetjük, ha bepanaszolt vállalkozás úgynevezett alávetési nyilatkozatot tesz. Ezt a fogyasztóvédelmi törvény az ő jogkörébe utalja, hogy eldöntse, hogy tesz-e ilyet, mielőtt még a döntést ismerné, vagy pedig ajánlást fogalmazhatunk meg. Tehát abban az esetben, ha ezek azt mondják, hogy igen, a fogyasztói kérelem megalapozott, akkor sikeres, ez az ügyeknek a kétharmada. Mi az, amire most érdemes a fogyasztók figyelmét felhívni, mik a mostani sláger problémák? Hát leggyakrabban, illetve nem is leggyakrabban, hanem szívbe markolóak azok az ügyek, amikor a nyugdíjas korosztály fordul hozzánk, mert ez a korosztály még abba nőtt fel, hogy az adott szó az igaz, az valós, hogy a becsület az mindennél többet ér, gondolok itt ezekkel a termékbemutatókkal kapcsolatos ügyekre, és azt látom, hogy annyira kiműveltek ezek a idézőjelbe téve a kiművelt szót, ezek a vállalkozások, hogy hiába 2014 közepén életbe lépett egy új kormányrendelet, ami ezeket a kereskedelmi formákat is szabályozza, megtalálják azokat a kiskapukat, illetve megpróbálják a kibúvókat megtalálni. Ami jellemző, hogy a bejelentési kötelezettség alól úgy bújnak ki, mert ugye eddig művelődési házakban meg ilyen helyeken tartották, és akkor be kell jelenteni a fogyasztóvédelmi, illetve a jegyzőnek, hogy ott tartanak. Úgy bújnak ki, hogy most már a fogyasztókat keresik meg, hogy az ő lakásán szervezzen pár embert, és annak tartják a bemutatót. Aztán a másik kibúvási lehetőség, amit megtaláltak, hogy azt mondja ez a kormányrendelet, hogy amennyiben egyedi gyártás a fogyasztó igényeinek megfelelően megrendelt áruról van szó, akkor nincs lehetőség elállásra. És azt mondja a vállalkozás, hogy én kérem szépen, nekem nincs raktáron, miután a fogyasztó azt mondta, hogy neki kell ez a termék, akkor én akkor fogok szólni Szlovákiába, vagy nem tudom hova, hogy hozza be. Hát ez megint csak a jogszabály kikerülése, mert ettől még, hogy az mégiscsak gyárban készül, tehát nem egyedi méretvételezés, stb. Alapján, tehát itt tévednek, és az még a nagyon elkeserítő, hogy hiába van a jogszabályváltozás, ami az előző szabályozást hatályon kívül helyezte, még mindig nagyon sok általános szerződési feltételekben ez a jogszabályhivatkozás szerepel, és ezek a szabályok. Pedig ez a kormányrendelet, mondom a számát is, a 45/2014-es második hó 26. számú kormányrendelet, ami részletesen szabályozza a tájékoztatási kötelezettséget is, ami azt mondja, hogy ha ezeknek nem tesz eleget, akkor a fogyasztó nagyon jó helyzetben van, mert ez egy újabb védekezési lehetőség arra, hogy mentesüljön a szerződéstől, és az elállásnak a lehetőségét is újra szabályozta, illetve másként szabályozta. Mindenkinek azt mondom, hogyha bedőlt ott a pszichikai ráhatás következtében, vagy szégyelte magát, hogy őt átverték, vagy otthon nem meri elmondani a családnak, ne féljen ezektől. Ma ilyen világban élünk, sajnos nagyon sok ember él ilyen módon, hogy kihasználja a gyengébbeket, az úgynevezett védendő fogyasztókat. Mindenki, ahogy eljött a termékbemutatóról, nyugodtan álljon el a szerződéstől, ne szégyelje, és amit nagyon-nagyon mindenkinek ajánlom, hogy ezt minden esetben írásban tegye, és minden esetben tértivevényesen tegye meg. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a lehetőséget.